Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy jóslás, de nem tudom, hogy miről van szó. Itt ennél a jóslásnál tulajdonképpen megnézzük a te jelenlegi helyzetedet, és azt, hogy mi várható rád a közeli jövőben, de hogy milyen témákat érint, nem tudom, hiszen nem tudom, hogy melyik kártyák mutatkoznak. De megnézzük ezt a jóslást, egy meglepetés jóslás. A fő téma itt van középen, és itt az érmékről van szó. Ez jelentheti az anyagiakat, vagy a munkahelyedet. Persze a belső értékeket is. És itt középen, ami tényleg a fő téma, azt jelenti ez a kártya, hogy nagyon sok igazságtalanság történik nálad. Hiszen látható, hogy az egyik gazdag, mindene megvan, a másik kap ebből valamit, a harmadik pedig figyeli a dolgokat, de nem kap semmit. Ez azt jelenti konkrétan, hogy igazságtalanságok érnek téged, vagy valaki kihasznál. Lehet, hogy sok a munkád a munkahelyen, de nem fizetnek jól érte, vagy lehet belső értékekről is szó, hogy nagyon kedves vagy, mindenkinek segítesz, de nem kapod meg az elismerést. Itt bizonyos dolgok összeomlanak, véget ér, vagy kilépsz egy bizonyos helyzetből. Talán abból a helyzetből, amit te eddig igazságtalannak láttál. Ahol szerencséd van, vagy szerencséd lesz, az a szerelem. Lehet, hogy ő még egy párkapcsolatban van. Őt kihasználják anyagilag. De eltávolodik, hiszen a torony azt jelenti, hogy lezárt bizonyos dolgokat, és lesz egy új kezdet, ami a szerelmi élet területén neked szerencsét hoz. Sőt, itt újra látható a szerencse, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Ez a változás fontos lesz számotokra. Legyen meg a bizalom, hiszen minden úgy lesz, ahogy ez a csillagképekben meg van írva. Itt láthatóak a kelyhek, és azok jelentik az érzelmeket. Itt emlékekről, a múltról van szó. A fájdalmas dolgokat le kell zárni, ezeket az emlékeket. Viszont ami kellemes, ami szép, azokat ápolgatni. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. Itt vannak ugyan még kihívások. Az is lehet, hogy valaki támad téged, vagy őt, hogy ő van ebben a helyzetben. Jelenleg nem tudsz védekezni, legalábbis így érzed magad, hiszen a kezed meg van kötve, itt látható, hogy mennyire szűkös ez a helyzet, és akármit teszel, akármilyen lépéseket, és szeretnél változtatni valamit a dolgokon, mindig úgy érzed, hogy mások támadnak téged. Ez jelenti a te környezetedet, vagy a munkahelyed, vagy a családi kapcsolatokat. Szeretnél valamin javítani, de mások beleavatkoznak a dolgokba, és ezen nem tudsz változtatni. Illetve van egy lehetőség, ha befele tekintesz, hallgatsz a belső hangodra,
vagy van egy szép elképzelés. Lehet, hogy ezt átélted a múltban, a gyermekkorodban, és az mindig segített neked, hiszen megvolt ez a belső kép, hogy megvoltak az álmaid, a vágyaid, az elképzeléseid. Akármilyen kihívás van most itt a környezetedben, és igazságtalan, nem érzed jól magad ebben a helyzetben, ezek a belső képek segítenek most neked. Legyen meg a hited, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled. Sőt, erre utal a fő papnő is, hiszen a belső világod most értékes számodra, és legyen meg a hited, a bizalmad, akármilyen nehéz helyzetben vagy jelenleg, akármi van itt körülötted, és nem érzed jól magadat, de ha visszahúzódsz, ha meditálsz, ha megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, erősítsd a hitedet, mert ez megvalósul. Úgy, ahogy a sorsok könyvében ez megvan írva, úgy, ahogy a csillagokban ez megvan írva, különösen, ami a szerelmet illeti, hiszen itt is látható ez az égi hatalom, és pontosan az, ami jelenleg segít neked. Ami a munkahelyet illeti, van egy kis húzavona, sok a dolgod, nem fizetik meg igazán jól. Szorgalmas vagy, de nem kapod meg az elismerést. Itt is vannak igazságtalanságok. A húzavona pedig azt jelenti, hogy maradj ott, ebben a helyzetben, vagy változtass valamit a munkahelyen. Megnézzük, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Légy jelenleg visszahúzódó. És legyen meg az elképzelés, hogy mit szeretnél elérni. Nem csak a szerelemben, hanem a munkádat, a hivatásodat illetően is. Hiszen elfoglalod a helyedet az életben, itt van a trón számodra, uralkodni fogsz a helyzet felett. Ahol nagyobb a szerencse, az a szeretet és a szerelem. Hiszen a kelyhek itt megjelennek, és nagyon kellemes, amit üzennek neked. Ahol problémák vannak, és én úgy gondolom, ahol mások kihasználnak téged, vagy támadnak téged, az a munkahely, vagy az anyagi helyzet. Nem tudsz semmit ellene tenni. Az egyetlen, ami segít most, ez a belső világod. Az elképzelések, légy visszahúzódó, meditálj valami felett. Lehet, hogy itt összeomlik valami, de ez számodra előnyös lesz, mert lesz egy jó alkalom, vagy egy jó ajánlat, el fogod foglalni a helyedet, megkapod az elismerést. Úgyhogy most ne küzdj semmi ellen, vagy senki ellen, inkább erősítsd a belső hitedet. És ez volt, ez a meglepetés, jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!